Hallgatója. Köszöntöm Önöket! Nem kis bravúrt hajtott végre néhány magyar fanatikus Gyuren Gyurán rajongó. A zenekar legutóbbi koncertjén a zenészek közelébe férkőztek, és rábírták őket, hogy üdvözöljék a Fókusz nézőit. Especially to you at RTL Club Focus. Az exkluzív felvételek mellett szó lesz arról is. Magyar rajongók készíthettek exkluzív felvételeket a Duran Duran együttes tagjaival. A zenekar a 80-as évek egyik legnépszerűbb csapata volt. A szerencsés magyar rajongók között volt olyan, aki már 22 éve vágyott arra, hogy test közelben lehessen a kedvenceivel. A Duran Duran fanatikusok egy professzionális kamerát is kibéreltek a találkozáshoz. Bár a találkozót megszervezték, a zenekar tagjait alaposan meglepte a rajongókból álló Duran Duran pólós tévéstáb. Részletek a Fókuszban. Mellett olyan. Nagy durranás, a magyar rajongók exkluzív interjút készíthettek a Gyurán Gyurán zenekarral. A fiatalokat. Jó estét kívánok! Azok a fanatikus rajongók, akik a 80-as években még tinik voltak, ma már meglett urak és hölgyek. Egykori bálványuk azonban újjászületett, így bennük is felszökött az adrenalin. Nem kis bravúrt hajtottak végre, egyenesen a világsztárok karjaiba omlottak. John! Ezek az exkluzív felvételek nemrég közvetlenül fellépés előtt készültek a Gyuren Gyuren öltözőjében. A 80-as évek talán legsikeresebb együttese éppen soron következő koncertjéhez készülődik. Na, ezeket a képsorokat nem a magyar rajongók készítették, ide azért ők sem jutottak be. De több hónapnyi szervezést és egyeztetést követően szombaton az angliai Birminghamben mégis szemtől szembe állhattak a legendás ötössel. 20-22 éves államnak a beteljesedése volt. Erre vártunk gyerekkorunk óta. Tehát 88-ban, amikor itt jártak Budapesten, akkor nem hittük volna, hogy egyszer meglátjuk az ötöst együtt. Hogy megörökítsék a nagy találkozást, profi kamerát béreltek, úgy utaztak ki. Tervük az volt, hogy a koncert előtti rajongói találkozón interjút készítenek a zenekarral. Ezek az izgatott várakozás pillanatai. Majd mosolyogva megérkeznek a zenészek. Az, hogy milyen stresszben voltunk ott a helyszínen, elárul egy csomó kép arról, hogy patokokban ömlött rólunk a víz. Persze furcsa volt szemtől szemben test közelből érintkezni velük, de nagyon közvetlenek voltak, és nagyon nagy öröm volt a számunkra. Az ilyen közönség találkozókra nem könnyű bejutni, de a menedzsment végül segített a három magyarnak. Az együttes is meglepődött, amikor hirtelen eléjük került egy tévéstáb, egytől egyik Gyuren Gyuren trikóban. A zenekar 1978-ban alakult Birminghamben. Az iparvárosból hamar kitörtek, slágereik egymást követték. A meglehetősen szerencsés külsővel megáldott tagokért bomlottak a tinik, persze az image mellé kiváló zenék is párosultak. Szakértők szerint ezek a ma már nem túl modernnek tűnő videoklippek korszakalkotó jelentőségűek voltak, a Wild Boyshoz készült film pedig a maga idejében a világ legdrágább videoklipje volt. 1988-ban aztán a Mikulás hozta el őket először Budapestre. A december 6-ai koncert, mint kiderült, nem csak a hazai fanklub tagjainak az életében volt jelentős állomás. 88-ban ugye még kommunizmus volt, és mi még korábban sosem voltunk Kelet-Európában. Akkor Magyarország mellett még Csehszlovákiában is felléptünk, és életünk talán két legkülönösebb koncertjét adtuk. Csak álltam a színpadon, a közönség tombolt, és éreztem, hogy átadok valami nagyon fontosat. Rengeteg lány volt fent, és nagyon sok fiú tombolt a küzdőtéren. Emlékszem a színpad, ami lehetett, vagy 30 tonna remegett alattam. Hihetetlen energia szabadult fel a tömegben. Simon 14 évesen egyébként én is ott álltam az első sorban. Igen, akkor biztos te voltál. Te miattad remegett a színpad. De aztán a Gyuren Gyuren életében is jött egy hullámvölgy, még a feloszlás lehetőségét sem lehetett kizárni. Ez azonban soha nem követett. Az eredeti nagyötös 2002-ben állt össze újra. Eléggé eltávolodtunk egymástól. Roger és én például 10 évig nem beszéltünk egymással. Aztán mégis felhívtuk egymást telefonon, és feltettük a kérdést. Mi lenne, ha újraírnánk dalokat, ha újra koncerteznénk? És mindenki igent mondott, majd Londonban összefutottunk. Az új alakulás sikerére jellemző, hogy kezdetben csak kis klubturnéra gondoltak, de ezekre órák alatt keltek el a jegyek. Így 3 éve újra hatalmas csarnokokban, stadionokban koncerteznek, június
Március 8-án éppen Budapesten. Az énekes Simon Le Bon addig is üdvözletét küldi. Hi, I'm Simon Le Bon from Duran Duran. I'm here at Birmingham City Football Ground in England and I'd like to say hello to everybody in Hungary, especially to you at RTL Club Focus. Budapesten, de a koncert előtt még arra is szántak időt, hogy az egyik rádióban élő adásban énekeljenek rajongóiknak. De a koncert után már mások zenéjét akarták hallgatni, ugyanis azt tervezték, hogy elutazásuk előtt a magyarokkal szórakoznak. 17 év után újra Magyarországon járt a Duran Duran. Bár a zenekar koncert előtti programja igencsak szűkös volt, a fiúk közül Simon Le Bon és Andy Taylor az egyik kereskedelmi rádióban tett látogatást, ahol nem csak a műsorvezetők és a rajongók kérdéseire válaszoltak, de még zenéltek is egy kicsit. Az adás végén a fiúk annyira rohantak, hogy nyilatkozni is alig volt idejük. Minden esetre azt megígérték, hogy rajongóiknak a koncerten mindenképpen különleges élményben lesz részük. Ez most a teljes zenekar. Itt Magyarországon először lépünk fel úgy, hogy mind az öt eredeti tag a színpadon áll. A Duran Duran tegnap a fellépés előtt csupán néhány órával érkezett Budapestre, és ma már indulnak is tovább a turné következő helyszínére, Prágába. Így bár örültek, hogy újra visszatértek hozzánk, sok idejük nem volt a városnézésre. Sajnos még nem volt időnk körülnézni, de azért ma este a koncert után elmegyünk szórakozni. Az ünneplésre Simonéknak meg is volt minden okuk. A buli igazán fergetegesen sikerült, és úgy tűnik, az elmúlt közel két évtized alatt sem a zenekar, sem a régi slágerek nem koptak meg. Hét éve jártak nálunk utoljára, de most is ugyanazt a hangulatot tudták a színpadra varázsolni. Exkluzív interjút láthattok a Duran Durannal. Nem is emlékszem, mikor játszottam utoljára a szülinapomon. Biztos volt rá példa, nem tudom, utána kéne néznem az interneten. Minden esetre jó érzés az ilyen, izgatott vagyok. 17 éve jártak nálunk utoljára, de most is ugyanazt a hangulatot tudták a színpadra varázsolni. Exkluzív interjút láthattok a Duran Durannal. A viszkis. Budapesten járt a 80-as évek egyik legfelkapottabb sztárcsapata, a Duran Duran. A banda legutóbb 1988-ban koncertezett nálunk. A Benfentes most elkapta őket egy exkluzív interjúra. Így fest a Duran Duran néhány perccel színpadra lépés előtt. Kedélyesen beszélgetnek a rajongókkal, és közben elkészül pár közös fotó is. Nagy nap a mai. Az együttes fő kreatívjaként ismert Nick Rhodes nálunk ünnepelte a 43. születésnapját. Nem is emlékszem, mikor játszottam utoljára a szülinapomon. Biztos volt rá példa, nem tudom, utána kéne néznem az interneten. Minden esetre jó érzés az ilyen, izgatott vagyok. Aztán elérkezik a várva várt pillanat. A banda, vagyis Simon, Nick, John, Andy és Roger színpadra lép. A banda tagjai az elmúlt hónapokban világszerte már több mint 70 koncertet adtak. A zenészek napirendje szigorú, mindenki látni akarja őket, beszélni akar velük, egy perc szabad idejük sincs. Turnézás közben mindenki különböző fázisokon megy át. Én az elmúlt pár napban olyan alvós periódusban voltam. Alig vártam mostanában, hogy a szállodába érve végre lefekhessek. A mostani az első alkalom, amikor a magyar közönség élőben hallhatta a zenekart eredeti felállásban. A Duran Duran ugyanis 1988-ban már járt hazánkban, ám akkoriban a banda nem az ez idáig legsikeresebb és a 80-as évek közepéig működő ötfős tagsággal dolgozott. A közönség döbbenetesen jó volt, igazán örültek nekünk. Azt hiszem, a 80-as években itt nagyon ki lehettek éhezve a rock zenére. Azóta persze változtak az idők, láttam plakátokat, jön ide a Green Day, a Velvet Revolver is, mások is. Régebben nem hiszem, hogy ennyi plakát volt az utcákon. Nicktől és Johntól rövidesen azt is megtudhatjátok, hogy mit terveznek a jövőben. A Sunrise, a Planet Earth vagy a White Boys zenészei. Amikor öten összejövünk, mindig valami különleges születik. A Duran Duran exkluzív interjút adott a Benfentesnek. Azt is elárulták, együtt marad-e a szenzációs ötös. Mindjárt mindent megtudhatszok.
A Gyurán Gyurán legénysége semmit nem bízott a véletlenre. 2001-ben úgy döntöttek, hogy az eredeti felállásban zenélnek tovább. A tagok egyébként mind remek formában vannak, és optimisták a jövőket nézve. Budapesten járt a 80-as évek egyik legfelkapottabb sztárcsapata, a Gyurán Gyurán. Nick Rhodes és John Taylor exkluzív interjút adott a Benfentesnek. A Gyurán Gyurán eddig legsikeresebb 5-fős felállása 1985-ig működött, amikor is a banda dobosa Roger és a gitáros Andy Taylor búcsút intett a zenekarnak. A srácok aztán hármasban folytatták a slágergyártást. Így ment ez egészen 2001-ig. Amióta csak szétmentünk, mindenki azt kérdezgette tőlünk, hogy mikor állunk össze újból öten. Így beszéltünk Andyvel és Rogerrel. Mindenki benne volt. A 16 év után ismét eredeti felállásban működő zenekari tagság aztán belefogott, hogy elkészítse a 2004-ben megjelent Astronaut című albumát. Azt hiszem, jobban is játszunk élőben, mint korábban. Sokkal inkább odafigyelünk a bulik alatt. Sokat fejlődött a technika is, és jobban halljuk magunkat a színpadon. A zenekar tagjai, mint megtudtuk, a turné végeztével rögtön folytatják a közös munkát. Afelől sincsenek kétségeik, hogy a szenzációs ötös a jövőben is együtt marad. Mi is és mindenki más a környezetünkben azt szeretné, hogy jövőre új lemezzel jelentkezzünk. El kell magunkat határoznunk. Remélhetőleg szeptembertől Olaszországban elkezdünk új számokat írni. Jó hír tehát a rajongóknak, a Gyurán Gyurán legénysége hosszú távra tervez. Reméljük a legjobbakat, meg azt is, hogy következő látogatásukra nem kell majd ilyen sokat, 17 évet vár.